Kedves nézőink, a következő bő egy órában napjaink című közéleti magazinunkat látják. Tisztújítás történt az Agrárgazdasági Kamara megyei vezetésében. Ismét Rittlinger Józsefet választották meg a szervezet vezetőjének, aki készséggel állt kameránk elé. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei küldött gyűlése június 16-án megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották a megyei tisztségviselőket, köztük a NAK megyei elnökét Rittlinger József személyében. Az ő munkáját négy alelnök, Szűcs Imre József mezőgazdaságért, Romsics László élelmiszeriparért, Decsi István vidékfejlesztésért, Keserű Zoltán általános agrárgazdasági ügyekért, illetve Gellai Tibor Hoffman Ádám és Fuller Miklós a helyi földbizottsági ügyekben közreműködő alelnökként segítik majd. Mindenről sajtótájékoztató keretében értesülhettek a média munkatársak. Pozitívan értékelem a választást akár országosan is, mert ha megnézzük, az első választásokon körülbelül ilyen 720-730-an választottak a megyében, a következőben már 1200-an, és most majdnem 1900 választópolgár ment el hozzánk szavazni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára. A mostani testület nem sokba változott az előzőekhez képest, egy-két leköszönő alelnök van, aki az időskorára való tekintettel nem tudta tovább vállalni a munkáját, ezért bejöttek a fiatalok, és úgy, mint a 70 fős küldöttek közé is, a 15-20% a fiatal, hál' Istennek már. Nézzük, hogy mivel vívták ki ezt a nagy bizalmat a gazdák részéről, hogyha értékeljük az előző időszakot, mit tart a legfontosabb? Hát én úgy gondolom, hogy a földügyeket mindenféleképpen, és azt az egyenességet, amit annak idején magamnak is kijelöltem, azon az úton szeretnék továbbra is járni és megtartani, és ebben az 5 évben is azt fogom képviselni, amit az elmúlt 11 évben képviseltem. A földügyeknél mindenki jusson földhöz, mindenkinek, akinek jogos az igénye. A földügyeknél mindig két élő dolog van, az egyik megkapja, sajnos a másik nem, de a másikkal is meg kell tudni értetni, hogy miért nem ő kapta meg ezt a földügyet. Ezek a földügyek mindenkinek a gazdaságába, a családjába, úgymond zsebbevágó dolgok. Én ezt magam részéről is tudom, meg tudom is értékelni, és most még a földügyeknél még kibővítették azzal is, hogy a földforgalmi törvény által a bérleti föld, a földbérleteket is még hozzánk testelték. Nagyon fontos eredménye szerintem az előző ciklusnak, hogy rengeteg terméket tudtak promotálni. Baranyába kimondottan szinte hónapról hónapra jöttek a termékpromóciók. Ha lehet azt mondani, ez egy jó kezdeményezés volt? Igen, azt látjuk, hogy ez egy jó kezdeményezés volt, ennek meg is van a hatása. Nagyon sok olyan kis termelő már, nagyon sok olyan élelmiszert állít elő, amit idáig Baranyában nem állítottak elő, vagy nagyon sok olyan növényt termelnek, amit idáig nem termeltek. Gondolok erre például most, ami most volt aktuális, a szamóca. Nagyon sok szamócát termesztenek idén Baranyába, meg az elkövetkezendő évben is, meg látjuk, hogy például nagyon sok új ültetvény is keletkezik. Ha csak azt mondom, hogy az idei évben 150 hektárra megemelkedett a szamóca ültetett területének a száma. Jön a dinnye promóció hamarosan, a másik olyan sikertermék itt az ormánságban, ami várja a vevőket, hiszen a jó hazainál nincs is jobb. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez is mindig jó szokott sikerülni. Azt látjuk, hogy országos tendencia itt is sajnos, hogy fogynak a termelők. Baranyában hál' Istennek nem. Baranyában megállt a termelőknek a fogyása és a termőterületnek a fogyása, és azt lehet mondani, hogy most már talán egy pici emelkedés van itt nálunk a Baranyában, máshol nem jellemző ez. Itt is azért a termelők kicsit szerkezetet váltottak, más termesztés technológiát változtattak, és ezáltal ők is jobban tudnak termelni, jobb minőségeket tudnak előállítani a hazai fogyasztók örömére. Vadászati nagyhatalom vagyunk, azt hiszem, hogy a világ találkozó is ezt bizonyítja, de hát, hogyha itt a mérleget nézzük Baranyába, itt is nagyon szépek a mutatók. Vathús promóció, mennyire volt eredményes ebben az esztendőben? Hát én úgy gondolom, hogy teljes mértékben átfogtuk az egész vertikumot. Én azt láttam, hogy akár iskolától a felnőttekig, nagyobb rendezvényeken, mindenhol mindig nagy sikere volt ennek a promóciónak. Nagyon sokan érdeklődtek, és idén megcsináltuk a 4-es baranyát, a 4 nagy vadfajt, minden hétvégén más-más helyszínen tudtuk kóstoltatni. Hogyha azt nézzük, hogy mik lesznek a következő időszak nagy kihívásai, hát látjuk jól, hogy gazdasági válságot élünk, hatalmas az infláció, ami az élelmiszeriparra is rányomja a bélyegét, lesz mit tenni?
Hát igen, szerintem az elmúlt 11 év ez az 5 évhez képest csak sétagalap volt. Ez az 5 év sokkal-sokkal nehezebb, ezt már veszem észre az első hónapokban, az első hetekben. Nagyon nagy kihívások előtt állnak a gazdálkodók, és ezáltal mi is, mint kamarai vezetők. Egy nagyon jó hivatal áll ön mögött, emellett pedig az alelnökök, az osztályvezetők is segítik a munkáját. Jó csapat ez? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó csapat, idáig is egy jó csapat volt az elmúlt 11 évben, mert akik most elvállalták a tisztséget, ők is mindenki szeretne ebben részt venni, szeretne ebben dolgozni, és szeretné, hogyha a gazdálkodókat előrébb tudnák ezáltal vinni. Szűcs Imre, az Agrárkamara olyan a megválasztott alelnöke, avad be minket a részletekbe. Mit jelent gyakorlatilag ma a gazdák számára, hogy létezik az Agrárkamara? Mit ad gyakorlatilag a mindennapokban? Én azt gondolom, hogy az Agrárkamara egy nagyon, nagyon fontos szereplője a magyar agráriumnak, mivel azokat a terheket próbálja könnyíteni az agrárvállalkozásokon, ami egyébként nem annyira szerethető és a profilba vágó dolgok, és pedig az adminisztráció. Tehát nagyon sok mindenben képviseli az érdekeket, országos szinten is, politika felé, ugyanakkor ugye az uniós megfelelésekhez segíti a gazdákat a falugazdászokon keresztül, tehát mindenképpen egy nagyon fontos szereplője a magyar agráriumnak. Ő jelentős feladatokat lát el a Bellvár Gyulai ZRT-nél. Miért tartja fontosnak, hogy az Agrárkamarába is kivegye a munkából a részét? Hát én azt gondolom, hogy pontosan a nagy agrárvállalkozás irányítása okán is, tehát én azt gondolom, az Agrárkamarában is olyan emberek képviselik az agrárium érdekeit, akik gyakorló emberek, akik ebben, én is idestóval 33 éve ezzel foglalkozom, tehát ennek az ágazatnak mindenféle gondját, baját, örömét, bánatát ismerjük, és hát így tudjuk tulajdonképpen képviselni az érdekeit a mindennapokban, akár a politika felé, akár a gazdasági szereplők felé. Manapság mik a legnagyobb kihívások az ágazatban, minek kell megfelelni gyakorlatilag? Ugye a világ mindig úgy működik, hogy a mezőgazdaság az egy kiszolgáló ágazat. Ugye most megint az történik, hogy a nagyvilágon, a nagy politikában látjuk, hogy az élelmiszer értéke fölértékelődik, és hát ugye nagyon fontos, hogy mi el tudjuk látni az országot élelemmel. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy ebben a környezetben, amikor ilyen óriási energiaár robbanás van, gyakorlatilag meg tudjunk maradni úgy, hogy hatékonyan és gazdaságosan tudjunk működni. Jönnek az uniós források, hál' Istennek elmondhatjuk, hogy a legújabb időszakra, a következő 7 évre is jönnek azok a támogatások, amely nélkül ma már nem létezhetne maga az agrárium. Fontos ez egy fontos mérföldkő, hogy eldőltek ezek a kérdések? Nagyon fontos, hiszen azt látjuk, hogy támogatások, akár az uniós, akár a nemzeti támogatások, vagy akár a pályázatos pénzek nélkül nem életképes a mezőgazdaság. Ugyanis ma még az élelmiszerárak nem követték le azokat a költségeket, ami egyébként valóságban is megjelennek, tehát a támogatások létfontosságúak a gazdálkodók számára. Híd szerep, talán ezt is mondhatjuk, a gazdák és gyakorlatilag a kormányzat között, amit betölt a kamara, ez gyakorlatilag az információ áramoltatásban egy nagyon fontos szerep. Igen, nagyon fontos oda-vissza az információ áramoltatásban, abban, hogy egyrészt eljuthat a vidéken élő, a mezőgazdaságból élő emberek hangja a nagy politikáig, hiszen a mezőgazdaság ugye a nemzetgazdaságnak csak egy nagyon kicsi 4-5%-át teszi, és ugye a népességnek is ugyanolyan 4-5%-át érinti tulajdonképpen, tehát hogy a mindennapok embere, a nagyvárosok embere is valamilyen formában azért valamit tudjon a mezőgazdaságról, tudjon arról, hogy a kifli nem a fánterem, és gyakorlatilag ahhoz az itt élőknek is meg kell tudni élniük, és gyarapodniuk kell, hogy ellássák az országot élelemmel. A magyar termék promotálása, ez egy fontos feladata az Agrárkamarának? Igen, nagyon fontos, ugye a jó bornak is kell a cégél, a jó élelmiszernek is kell az ismertetés. Sajnos ugye a multi élelmiszerláncok rengeteg olyan élelmiszert hoznak be, és ismertetnek meg a magyar fogyasztókkal, ami semmivel se több, semmivel se külön, mint a magyar termékek, és ezáltal tulajdonképpen egy verseny
előnyt élveznek, ezt kell megpróbálni, hogy a helyi kezdeményezéseknek, az érdekképviseleteknek esetleg egy kicsit átértékelni, hogy bizony magyar kézben, magyar termelő, magyar előállító, élelmiszergyártó is tud olyan minőségi terméket készíteni, mint amit a nagy világ cégek. Eredményes munkát kívánunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új baranyai tisztségviselőinek. Továbbra is nagy gondossággal menedzseljék a gazdák ügyeit. Az agrárium maradjon sikerágazat Baranyában, mint ahogy az volt korábban is. Családi piknikre invitálták a Bói Szociális Központ lakóinak hozzátartozóit. A 2 órás programon mindenki igazán jól érezte magát. Kellemes hangulatú családi piknikre invitálták a Bói Szociális Központ udvarára az intézmény lakóit és hozzátartozóikat. Az itt dolgozók és a fellépő zenészek mindent megtettek a felhőtlen kikapcsolódás érdekében. Idilli körülményeket teremtettek az árnyas udvaron, biztosítva a kiscsoportos különvonulás lehetőségét is. A nyitott kapus esemény sokakat kárpótolt a pandémiából fakadó több hónapos elzártság miatt. Hogy ezt a rendezvény kapcsán többen is megfogalmazták, nagyon kellett már ez a közösségi élménycsomag. Hosszú ideig zárva volt az intézményünk, a 2 éven keresztül, vagy részleges látogatási lehetőség volt, itt volt az ideje, hogy nyissunk, fogadjuk a vendégeket. Ennek úgy gondoltuk, hogy most adunk egy ilyen nagy lendületet, és mint egy olyan program keretében lezárjuk az előző időszakot. Hosszú volt ez a Covid időszak, volt, amikor egyáltalán nem látogathatták a hozzátartozók szeretteiket, volt, amikor részleges látogatás volt, de hiányzott az ölelés, hiányzott a kézfogás. Egy ideje már nyitva van az intézményünk, még mindig szájmaszkkal dolgozunk ugyan, de fogadjuk a vendégeinket, de úgy gondoltuk, ünnepélyessé kell ezt az egész aktust tenni, és így rendeztük ezt a mai családi kerti partit. Igen, piknik hangulat van, és jó látni, hogy a családokat együtt simogatják a mama kezét, vagy éppen a nagypapájét, együtt vannak, mosolyognak, jókat beszélgetnek, és közben szól a jó zene. A program csak úgy jöhetett létre, hogy ők is nyitottak, tehát a hozzátartozók is nyitottak voltak erre az eseményre. Hihetetlen módon mellénk álltak, támogattak bennünket, volt, aki hangosítással, volt, aki süteménnyel, üdítővel támogatta ezt a rendezvényt. Nagyon sokan a fellépők között is érintettek voltak, hiszen az ő dédjük, nagyszüleik laknak közöttük, és azt hiszem, így kerek a történet, így szép ez az egész. 3 támogatót kiemeltetek a mai nap folyamán, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a nehéz időkben is folyjon itt az élet. Mit kell róluk tudnunk? Nagyon sokan abban az időben, nagyon sokan felajánlották a segítségüket telefonon, személyesen megkerestek bennünket, és jöttek, hogy bármiben tudnának segíteni, jöjjenek. Ez nagyon jó érzés volt. 3 személyt, illetve csoportot emeltünk ki véletlenszerűen. Az egyik az Nagy Lajos, a Bój Tötös ZRT-nek az elnöke, aki felhívott bennünket, és akkor tájt fertőtlenítőszert ajánlott fel nekünk. Habár ő mentegetőzött, hogy nem szabvány, de talán jó lesz. Nagyon is jó volt, mert a piacról eltűnt minden nemű felületfertőtlenítő, és ez mentett meg bennünket akkor. A második ilyen támogatónk, az, akit kiemeltünk, az pedig Johanna volt és az Aranykezű csapata, akik azt mondták, hogy ők varni tudnának nekünk. Mondjuk meg, hogy miben segíthetnek. Tudtak segíteni, maszkot és köppenyeket vartak. Akkor tájt a piacon még nem volt elérhető, és az ő általuk vart dolgokban dolgoztunk hónapokig, és nagyon nagy segítség volt. Aztán voltak német hölgyek, akik ilyen apró kis süteményeket sütöttek, és éppen karácsonykor adták ezt be nekünk, és mintegy visszahozva a régi hangulatot. Tehát véletlenszerű volt ennek a 3 személynek a kiválasztása, hiszen többen segítettek, de úgy gondolom, hogy ez mintegy átfogja az egész történetet. Közös fotók is készültek, és ezt persze haza is lehet vinni. Azt hiszem, hogy ez is egy óriási ötlet, hiszen régen fotózkodtak már így együtt a családtagok. Igen, így gondoltuk, hogy ez egy nagyon kellemes dolog. Sok alkalom van, hogy visszatalálkozunk azokkal a fotókkal, amelyeket nálunk készítettek, Facebookon erre-arra, és nagyon nagy öröm ez számunkra. Úgy gondoltuk, hogy a mai napnak legyen egy szép emléke, egy szép hátteret készítettünk hozzá, és erre invitáltuk a hozzátartozókat, és sőt, egy gyereksarkot is kialakítottunk, és ott is a gyerekek nagyon nagy örömmel lufiztak, aszfalt rajzoltak. Tehát mint egy kerek volt a történet, minden generációra vigyáztunk, mindenkit meg.
megszólítottunk. Azokra is vigyáztunk, akiknek esetleg a hozzátartozóik nem tudtak eljönni. Most, hogyha egy körbenézünk ebbe a belső térbe, azt hiszem, hogy ez az udvar, annak idején, amikor meg lett álmodva, akkor nem is gondoltátok, hogy milyen nagy szerepet fog betölteni, kivált kép egy ilyen újraindulás kapcsán. Hát jó látni, hogy élet van benne. 2001-ben alakítottuk ki ezt az udvart, még emlékszem rá. Tudtuk azt, hogy a lakóink egyre nehezebben mozognak. Tehát még ha közel is van a település középpontjában vagyunk, akkor sem tudnak kijönni, akár felügyelet nélkül. Az udvar egy olyan tér, ahol biztonságban vannak, be is vannak kicsit zárva, világtól elzárva, de nyitott is, és nagyon nagy, nagyon fontos, kerengőkkel ellátott, csobogóval ellátott, tehát én úgy gondolom, hogy ez így tökéletes is betölti a szerepét. Én nagyon örülök, hogy ennyi ember eljött erre a rendezvényre, és hogy felszabadult az intézmény a Covid idején az árlat alól, és remélem, hogy használtunk azzal, amivel segítettünk. Abban az időben nem lehetett fertőtlenítőszerhez jutni, és ezen kellett segíteni, és ezt oldottuk meg egy időre. Itt a mindennapokban, a rohanó mindennapokban elmegyünk egymás mellett. Talán azt se tudjuk, hogy mi zajlik egy intézmény falain belül. Jó dolog egy pillanatra megállni és bekukkantani így a falak mögé? Igen, a polgármester úrral végigjártuk az intézményt, én még nem jártam itt, de azt mondta, hogy keressünk magunknak szobát, ha majd szükségünk lesz rá. Nagyon érdekes és becsülendő dolog, hogy az idősek ilyen ellátásban részesülnek, ilyen felügyelet alatt vannak, és nyugodtak lehetnek a hozzátartozók, elmehetnek dolgozni, mert tudják, hogy beadják a gyógyszert a betegnek, szemmel tartják, biztosítva van az étkezése, a nyugalma, tehát jó egy ilyen intézmény, és úgy látszik, egyre többre van szükség ebben az országban. Kellemes délután volt, itt a fák alatt ez egészen elviselhető volt, és hát úgy gondolom, hogy kellett is már egy ilyen feloldás, hisz nem voltak elmúlt két évben se karácsony, se pedig semmiféle nevezetes ünnep, tehát sok mindent szoktunk mi itt az időseknél megtartani, ünnepelni, a neves születésnapoktól kezdve egyebet, ezek minden maradtak, hisz ugye gyakorlatilag az intézmény zárva volt. Ugye itt sok minden szociális intézmény működik, ugye ez az idősek gondozási központja az csak egy, de nem működik a házi gondozás, nem működik a nappali ellátás, stb. Mindegyiket most próbáljuk újraindítani, és most próbáljuk visszavenni azt a fordulatot, ami két évvel ezelőtt volt. Visszagondolva itt a rengeteg fejlesztése és mi egymásra, azért vallja be polgármesterről, ez az intézmény valamilyen szinten az ön szíve csücske. Hát visszagondoltam, hogy 30 év alatt mennyi minden történt itt. Hát ugye minden évben azért fejlesztettünk, és mondjuk talán most ért el
arra a szintre, vagy arra a színvonalra, ami azt hiszem, hogy elvárható egy ilyen intézménynél, és hát bízom benne, hogy ezt meg is tudjuk tartani, hisz azért folyamatosan kell karban tartani ezt az intézményt, mindig jön elő új probléma természetesen. De azt hiszem, hogy egész jó megy, ha kibővül még itt a mellettünk levő rész, ugye akkor lesz itt egy nyugdíjas ház, akkor ezzel együtt válik kompletté, úgy gondolom, ez az idős, szociális ellátás témaköre. Két óra boldogság, így lehetne tömören megfogalmazni a Szociális Központ által megrendezett családi piknik jelentőségét, s mindazt, ami ebbe belefért. Óriási respekt mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Ez most az önzetlenség és a szeretet diadala volt. Tizenöt éves fennállását ünnepelte a Szoceg Nonprofit Kft., amely köztudottan a Szederkényi Szociális Otthon fenntartója is. Több mint 120 baranyai és tolnai településen van jelen a Szoceg Nonprofit Kft. Számunkra a Szederkényi Szociális Otthon van leginkább szem előtt, hiszen ennek életét és fejlődését követhettük nyomon, és ez volt a kiinduló intézmény a Szoceg térhódítása során is. A cég 15 éve működik a megyében, és nem csak az egyik legnagyobb munkáltató lett, hanem a szociális ellátás meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A szociális szféra minden területén jelen vannak, a gyermekvédelemtől kezdve az idősek ellátására. A Pécset megrendezett 15 éves jubileumi ünnepségen Kocsis József, a Szoceg Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a kezdetekről, a szederkényi indulásról. Elmondása szerint úttörők voltak, hiszen 15 éve még nem volt jellemző, hogy önkormányzati feladatokat vettek volna át más szervezetek. Igazgató, mit jelent a cég életében a 15 éves jubileum? Honnan, hova ért el ez a cég ebben a másfél évtizedben? A Szederkényből elért egészen mondjuk Mázáig, Decsig, Selyéig, Szigetvárig, Mecsek Jánosig, és hát Pécset vagyunk, ahol szintén ellátunk szociális feladatokat. Tehát így mondhatnám, hogy elkezdtük kicsiben, és valahogyan ragadós lett a példa, és egyre több önkormányzat polgármester keresett meg, hogy az ő településükön is vagy vegyünk át egy már működő intézményt, vagy szervezzük meg a szociális ellátást, akár idős ellátást, akár van, ahol a családsegítő gyermekjóléti szolgálatot is mi láttuk el, és így nőttünk gyakorlatilag ekkorává, mint most, tehát jelenleg nagyjából olyan 100 településen vagyunk jelen Baranyában, illetve kisrész Tolnában. Nagy foglalkoztatónak számítanak ebbe a két megyében? Hát most a cégcsoportban valamivel több mint 500-an dolgoznak. Maga az ágazat mennyit változott ebbe a másfél évtizedben? Maga a szociális ellátás rendszere Magyarországon erősödötte? Az ágazat sok mindenben megváltozott. Részben abban is, hogy egyre elesettebbek kerülnek be, például az idős otthonokban, tehát nagyobb ellátást igényelnek, és egyre több az idős, tehát ez is hozzátartozik. Másrészt ugye a jogszabályok folyamatosan változtak, tehát sikerült több mindent úgy időközben könnyebbé tenni, tehát könnyebbé vált, akár arra gondolok, hogy a bizonyos esetekben a bekerülések az otthonokban, vagy az ottani ellátás igazodott a napi gyakorlathoz. Tehát sok minden megértünk a 15 év alatt, kormányok jöttek, mentek, jogszabályok változtak, viszont a feladatok itt maradtak. A normatíva mennyire változott az elmúlt évek során, mondhatni, kedvezőbbek a feltételek? Hát volt elmozdulás, tehát azért valamivel jobb, mint volt, de sajnos az infláció az benyel mindent, és hát nem könnyű. Tehát a bérek fokozatosan elkezdtek emelkedni, nyilván ennek megfelelően kompenzálták normatívával is ezeket a költségeket, viszont hát sosem nem elég, tehát mindig többet szeretnénk, tehát ez az időszak meg különösképpen nehéz, ezt már érezzük a bőrünkön, hogy ez a háborús helyzet, a Covid, tehát az infláció, tehát ez sajnos betört az ellátórendszerbe is. Büszke azokra a kollégáira, akik kitartanak a cég mellett és továbbra is a szociális gondoskodás területén dolgoznak? Igen, nagyon büszke vagyok rá, ez a fajta hűség és kitartás, ami sok-sok kollégát itt tartott nálunk, az azt jelenti, hogy igazi elhivatottsággal
végzik a feladatukat. Tehát hivatástudat nélkül nem lehet ma ennyi ideig adott esetben ott maradni. Tehát van, akik több évtizede ebben a szférában dolgoznak, úgy, mint a mi kollégáink is az intézményeinkben. Ez egy mérföldkő ez a mai nap? Hát ez egy mérföldkő egyértelműen, és hát bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban is hasonlóan összetartva, összefogva intézményeinkben dolgozó munkatársakat megfelelő színvonalon tudunk gondoskodni a ránk bízott ellátottakról. Fülöp Attila államtitkár úr, az állami gondoskodásért felelős államtitkár is megtisztelte a mai eseményt. Mit jelent az ön számára, hogy egy ilyen tradicionális céghez érkezhetett ma ide? Van itt egy olyan szolgáltató, aki azt vállalta, hogy a közösségért vállal a felelősséget, és azt gondolom, hogy az az üzenet nagyon fontos, hogy amikor a gondoskodás politikáról beszélünk, szociális ügyekről, a gyermekvédelemről beszélünk, akkor egyértelmű legyen, hogy azt akkor lehet jól kezelni, akkor lehet sikerre vinni, ha azt nem egy állami monopóliumként tekintjük, hanem abban civil szervezetek, az egyházak, önkormányzatok vállalnak szerepet, hiszen a helyi problémákat a helyi tudással lehet a legjobban megoldani, és természetesen az államnak, a kormányzatnak, mint költségvetési felelős szernek pénzügyi jogalkotási kötelezettsége mögötte van, ezzel segíti ezeket a szervezeteket. Erre egy kitűnő példa, azt gondolom példaértékű az, amit a SZOCEF folytat itt a megyében már 15 éve. Maga az állami gondoskodás is prioritás a kormány mindennapjaiban? Ha csak azt tekintjük, hogy az elmúlt 10 évben, 2010 óta több mint 3,5-szeresére nőtt, ma már 1140 milliárd forint az az összeg, amit a kormány szociális, gyermekvédelmi célokra költ el, akkor azt látjuk, hogy igen, fontos számunkra a családok biztonsága, fontos számunkra a szociális biztonság megteremtése, és ez látszik a költségvetés alakulásán is. Mindig Ausztriát nézzük példaként, de azt hiszem, öles léptekkel megyünk utánuk. Azt gondolom, hogy amikor szociális kérdésekről beszélünk, akkor minden országnak megvan a sajátossága. Magyarországnak az a sajátossága, hogy mégis mi úgy tekintünk magunkra, a családokra, hogy azért mindenkinek a szociális biztonság, az önellátása az saját magánál kezdődik. Hogyha ezt meg tudja teremteni, akkor rendben van, ha nem, akkor általában család szokott segíteni. Ha ez sincs meg, akkor általában jön a település, jönnek az egyéb szervezetek, és ott van természetesen az államnak mindenkor a felelőssége, a kötelessége, ami ma is megvan, ezt fogjuk lépésről lépésre még megerősíteni, és ehhez az ilyen együttműködő partnerek szükségesek. Maga a dolgozók megbecsültsége milyen a területen? Itt azért javult a helyzet az elmúlt években. Január 1-től volt egy 20%-os általános béremelés, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy mindez fenntartótól függetlenül. Tehát függetlenül attól, hogy valaki egy állami intézményben, önkormányzati, egyházi vagy civil intézményben van foglalkoztatva. Az elmúlt 3 kormányzati ciklusban pedig az átlagbér az 170%-kal emelkedett. Természetesen ezen a területen azt gondolom, aki naponta találkozik azzal, hogy milyen segítséget nyújtanak, azt gondolom, hogy a megbecsülésnek, az emelésének mindig helye van. Továbbiakban is ezen fogunk dolgozni. Popper Péter kulturális felelős államtitkár is természetesen itt van a rendezvényben, kiváltképp azért, mert a választók körzetében működik a SZOCEG. Valóban így van. Bár Baranya és Tolna megyében 100 településen szolgáltat az immár 15 éves vagy 15 plusz éves szervezet, és valóban a megyei önkormányzattól és a települési önkormányzatoktól is átvállalt szociális tevékenységeket, alapellátást és szakellátást. De ennél sokkal fontosabb az, hogy az időseinkről és rászorulóinkról gondoskodik ez a szervezet, és itt 500 munkatárs végzi naponta ezt a szolgálatot, úgyhogy mi itt a választókerületben, a városrészeinkben, illetve a kis falvainkban is hálásak vagyunk az ő szolgálataikért, ezért is köszöntjük őket a születésnapjuk alkalmával. Kiváltképp azért, mert az a kormány, amelyet ön is képvisel, eleve egy gondoskodó kormány. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elmúlt 12 esztendőben új alapokra helyeztük a szociális gondoskodást. Ugye az idősek kiemelt célcsoport, a kisgyermeket nevelő édesanyák támogatását európai viszonylatban is az első helyen finanszírozzuk, és hát most már a legkisebbekről is úgy gondoskodunk, hogy a tankönyvek ingyenesek az általános iskolában és a középiskolában, és most már a gyermekétkeztetést is kiterjesztettük a nyári időszakra rászuló családok gyermekei számára. Azt gondolom, hogy egy jobboldali konzervatív nemzeti kormány baloldali programot valósít meg, mert a szociális gondoskodásban sokkal intenzívebben odafordulunk az emberekhez, mint ahogy ezt 2015 a Gyurcsány időszakban láthattuk. Folytatásban már is itt van velünk a megyei közgyűlés elnöke. Elnök úr, gondoskodó megye, ezen belül állami gondoskodás, az időskori gondoskodás mennyire fér bele ebbe a gondolkodásba?
abszolút belefér, és én azt gondolom, hogy egy nagy vívmány, amelyet sikerült elérnünk közösen, különböző az állami, az egyházi és a civil, az önkárti szféra szereplőinek, hogy mára a gondoskodás az nem csupán állami feladat, hanem az államtól feladatot vállalnak át az egyházak és a civil szervezetek is. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy állami, önkormányzati, egyházi és civil feladat az idősekről, az elesettekről való gondoskodás. Ma itt a vegyeszékhelyen Pécsett a SZOCEG 15 éves ünnepi évfordulójára jöttünk össze. A SZOCEG-nek a nagy közössége az mindenképpen azt bizonyítja, hogy itt Baranyában jó hagyománya van az állami, az önkormányzat és az egyházi mellett a civil fenntartású szociális intézményeknek is, hiszen a SZOCEG egy olyan civil fenntartású, civil szociális intézmény, amely mind bentlakásos otthonokat, mind nappali idősek klubját, mind otthoni házi gondozást is üzemeltet a megyében, és az elmúlt másfél évtizedben igazolta azt, hogy az állam és az egyház mellett, vagy az önkormányzatok mellett a civileknek is van helye az idősekről, az elesettekről való gondoskodásban. 15 évvel ezelőtt Kocsis József elindult Szederkényből, és egy sikertörténetet hozott össze. Kellenek az ászlóvívők, akik magukkal viszik a többieket? Igen, kellenek az ászlóvívők, és nem véletlenül mondom azt, hogy Baranya megyéből a SZOCEG-nek ez a közel másfél évtizedes története, ez egyébként országos szinten is egy jó példa arra, hogy hogyan tudnak a szakmai és a szociális gondoskodás terén elkötelezett civilek is tenni a társadalmi szolidaritás jegyében azért, hogy bizony legyen egy odafordulásunk, legyen megfelelő figyelmünk és gondoskodásunk a társadalom elesett tagjaihoz. Már oda jutottunk, hogy a nagy állami, nagy egyházi szolgáltatók mellett a SZOCEG is több mint 400 idős baranyai polgárnak biztosítja az ellátását, a gondozását a bentlakásos intézményben, és több mint 3000 baranyai emberről gondoskodnak az otthonában, nappali otthoni ellátás keretében. Ez azt jelenti, hogy Baranyában a legkisebb településeken is vannak olyan egyedül élő idősek, akik a mindennapi segítséget a SZOCEG-től kapják meg, vagy kapták meg az elmúlt időszakban. A megye nagy közössége, Baranya megye önkormányzat nevében ezen a kerek évfordulón is szeretném megköszönni Kocsis József elnök úrnak, a SZOCEG nagy közösségének, nagy dolgozói létszámának, szociális dolgozóknak, gondozóknak, ápolóknak azt a nagyon áldozatkész és lelkiismeretes szolgálatot, amelyet az elmúlt másfél évtizedben a baranyai idősek érdekében nyújtottak, és külön is hálás szívvel köszönöm azt a helytállást, amelyet a Covid járvány alatt az idősek ellátásában tanúsítottak Szederkénytől Selyig bezárólag. Minden elismerés Kocsis József igazgatónak és munkatársainak a szociális ágazatban nyújtott eddigi munkájukért. A következő évtizedekre is kívánunk kitartást és jó egészséget valamennyiüknek. Boldog 15. születésnapot, SZOCEG! Műsorunk folytatásában az emberi motivációról és az önmegvalósításról ejtünk szót Bognár Attila, mentálhigiénész szakemberrel. Köszöntöm a kedves nézőket, Szederkényben vagyok, Bognár Attilával fogunk beszélgetni, mentálhigiénész szakemberrel, korábbi plébánossal. Ez alkalommal egy kicsit az önismeretről, az ön megvalósításról, a hitről és az emberi tervezésről fogunk szót ejteni. Üdvözöllek, Attila! Szervusz, köszöntöm a nézőket is! Nem tudom, hogy amikor az ember elkezd felnőtté válni, akkor egyre inkább úgy tervszerűbben kezdi élni az életét. Ha valaki bekerül még egy kollégiumba, vagy még katona is lesz, akkor ez még inkább ebbe az irányba hat. Illetve nagyon fontos, hogy milyen családi keretek között nő föl az a gyermek, hiszen ha a tervszerűség jelen van a családban, gyakorlatilag a szigorral mi egymással, akkor ez már igen korán be tud köszönteni. Igen, jó, hogyha fiatalok, a gyermekek megszokják a rendet, hiszen a rend az fegyelmet is jelent, illetve később majd hasznos tagja lehet egy társadalomnak, egy olyan közösségnek, ahol a rend az mindenek felett állhat.
Ez jól hangzik így elméletként, de a gyakorlatban azért szeretünk a renddel kapcsolatban megfogalmazni különféle álláspontokat, feszegetjük a határokat, vagy átlépjük a határokat, és nem utolsó sorban a kamaszkor pont ez az időszak, amikor a szülői fegyelem az nem jelent már biztonságot a gyermek számára, hanem a saját elképzelései szerint elindul egy olyan úton, amit még ő maga sem tud, hogy hová vezet. De ez egy nagyon érdekes időszak. A társadalmi elvárások azt hiszem a szabályok tekintetében az egyik legfontosabb keretet adják a mindennapjainknak. Tehát tudjuk, hogy kell viselkedni egy közösségben, hogy alkalmazkodunk egy munkahelyen, egy családban, mik az elvárások velünk szemben. És ahogy mondtad is, persze lehet feszegetni határokat, de mondjuk családon belül is ez például vezetett akár válláshoz is. Tehát ezeket a határokat azért tiszteletbe illik tartani. Igen, én azt gondolom, hogy egy bölcs ember, aki szeretne egy olyan társadalmat maga mellett tudni, ami időnként segítségére is lehet, akkor ezeket a törvényszerűségeket, erkölcsi normákat, határokat mind-mind hasznosnak tartja. A régi mondás szerint őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Különösen abban az időszakban, amikor nehézségeid vannak, amikor a keret mankóul szolgálhat. Gondoljuk csak, ugye példaként hoztad a házasságot, hogy milyen érdekes, hogy amikor a házassági kötelék meggyöngül, akkor mi szolgálhat támaszul? Mik lehetnek azok a szempontok, amikre mindkét házasfél tud támaszkodni? Vagy egy társadalomban, egy nagyobb összefüggésben, amikor meggyöngül minden erkölcs, és mindent megkérdőjelezünk, mert napjainkban talán ez a trendi, vagy ha megnézzük a szomszédos kontinensen, hogy szobrokat döntenek le. Néhány évvel ezelőtt még azon szobrokat megkoszorúzták, vagy példaképként állították közösségek elé. Most az a trendi, hogy lebontjuk, vagy ledöntjük a szobrokat. Tehát nincs maradandónk, nincs értékünk, nincs kézzelfogható bizonyosságunk. Valószínűleg egy ilyen időszakban élünk, ahol keressük, mindenki keresi azokat a szilárd pontokat, amire ráhelyezheti majd az életét. Önbecsülés, önbizalom gyakorlatilag az egyik alapja ennek a történetnek, hiszen ahhoz, hogy a különböző célokat kitűzve az életben el tudjuk érni, először is önmagunkat kell megismernünk, hogy tudjuk, hogy mire vagyunk képesek. Fontos, hogy rovancsoljunk így magunkba egyszer-egyszer? A nyári időszak azt hiszem, hogy erre is jó. Tehát a pihenés az nem csak valamitől való megszabadulás, tehát hogy nem kell bejárni a munkahelyre, vagy nem látom a főnökömet, vagy tehát nem az megszokott rutin szerint élem az életemet, hanem egyszerűen picit arra tudok fókuszálni, hogy ez a következő időszak, ez mit jelent? Lesz-e valami változás, vagy akarok-e változást az életemben, a minőségibb kapcsolatokra szert tenni. Ez mind-mind olyan kihívás szerintem, amiben érdemes megtenni ezt a számadást, és hogy hol tartok? Akarok-e valahova eljutni? A tudatosság, amivel kezdted ezt a beszélgetést, be kell vallanom, hogy az életünk lehet, hogy olyannak tűnik, de sokszor nagyon-nagyon távol áll a tudatosságtól. Akár az életünk legkisebb aspektusai, a vásárlás, a fogyasztás, a napi rutinok, a tervezéstől olyan távol állunk. És a tervezés az egyik serpenyő mérlegében szerepel, a másik pedig pont a számadás, az eljutunk-e valahová, vagy ugye a pedagógusok, akik a nyári szünetben megérdemelt szabadságukat töltik, azok nagyon jól tudják, hogy van egy pedagógiai program, hogy el kell jutni valahonnan valahová.
és hogyha ezt hangsúlyozzuk, akkor ezt teherként éli meg sok ember. Mi ez, hogy számon kérünk? Mi az, hogy valamiféle ívet ír le az életünk? Hát nem a mindennapokban kell elmerülni, csak lenni, örülni annak, hogy vagyunk. Ez is egy szempont. Ahhoz, hogy a céljainkat elérjünk, és ezek lehetnek rövid távú, középvel vagy hosszú távú történetek, és egy életre szólóak, vagy éppen szeretnénk mondjuk 5-10 éven belül egy új autót, vagy egy házat vásárolni, csak hogy a materiális javaknál tartsunk, ahhoz tényleg az önismeret egy alap, hiszen tudnunk kell, hogy mik a képességeink, hogy ehhez az úthoz mit tudunk mi magunk hozzátenni, és mondjuk reálisak-e ezek a célok? Én azt hiszem, hogy ismételten a bölcs embernek a szempontjait kell figyelembe venni. A bölcs ember nálam a józan paraszti észnek a szinonímája. Tehát amit belátással meg tudunk fogalmazni, nem feltétlenül az intelligencia meg az iskolázottságunknak a függvénye, hanem ahogyan az őseink éltek. A paraszti társadalom az egy olyan minta volt mindig, amiben ez a tervezés, ez az élet velejárója volt, hiszen ha nem tervezte meg előre, aki nem jól vetett, az valószínű rosszul is aratott. Tehát ott nem működött, ahogy esik, úgy puffan teória. Nem, és ez az ad hoc jellegű világ, amiben megpróbálunk ilyen perc emberekként nagyon bölcseknek látszani, én azt gondolom, hogy ez nagyon tévútra vezethet bennünket. Picit vissza kellene lépnünk ahhoz az alaphoz, ahol maga az ember képes önmagára reflektálni. Olyannyira, hogy meg tudom különböztetni a jót a rossztól, tudok bocsánatot kérni, kifejezhetem örömömet, hálámat, mindennek megvan a maga ideje, semmit nem akarok sürgetni. Ez a mai földgyorsuló világban valahogy egészen más aspektusokat ír le, mert mindig, mint a kis méhecskék, a nem tudom én, a mezőn, ide-oda kapkodva futkosunk minden után, de annak a méhecskének megvan a belső programja. Ő csak emberi szemmel ír le ilyen kaotikus dolgokat. Egyik alkalommal egy ilyen focipályán néztem, szemlélgettem egy ilyen műfűnyírót, és látszólag minden összefüggés nélkül olyan módon nyírta a füvet, ami számomra logikátlan volt, összefüggéstelen, viszont a saját elképzelése, a saját beprogramozott világa szerint tökéletesre nyírta a füvet. És én azt gondolom, hogy a mai ember számára is azért ott van az a belső program, amit megvalósít. Az élete, az elképzelései. Hogy azért valakinél olvastam egy olyan cikket, hogy talán ez az évtized lesz még az a hagyományos fogyasztói társadalom, utána egészen más lesz. Hogy mi lesz, nem tudom. Változik a világ. Igen. Kicsit beszélgessünk a motivációról, hiszen az, hogy a mindennapjainkban előrébb haladunk, az bizonyos ösztönzőkön is múlik. Tehát én a célokról beszéltem elsősorban. Hát Maslow annak idején felállított egy maslowi piramist, amelynek a legalján a fiziológiai igényeink vannak. Ezek a legalapvetőek, az élelmiszer, a ruházkodás, a családba tartozás dolga, és egyáltalán a megbecsültségünk valamilyen szintje, a végén meg az önmegvalósítás van a csúcson, amikor az ember ki tud teljesedni. Jó, hogy van egy ilyen szakmai piramis, amit mi lekövethetünk kívülállók, és hát valamilyen szinten sugalmazhatunk akár a nézők felé, akár te is a munkád során az alkalmazottak felé? Én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége ebben a piramisban. Mert
A szükségleteink azok sokszor nem haladják meg azt a szintet, amire mi vágyunk. Nem tudjuk felülmúlni önmagunkat. Részben ez a kizsigereltség, részben a szüntelen megfelelési kényszer, ami lehet egy közösség felé, lehet egy családon belül, ezek mind-mind ráterepszenek az életünkre, és nem tudunk kivetkőzni, nem tudunk jól fölfelé haladni ezen a piramison, hogy eljussunk oda, hogy az önmegvalósítás az nem egyfajta öncélúság, nem egy önzőség, mert olyan pejoratív értelme van napjainkban, amikor Maslow megfogalmazta ezt a piramist, akkor ez egy nagyon frappáns és egy jó dolog volt, vagy a modern pszichológiából Csíkszentmihályinak a gondolata, a flow, a rácsodálkozásnak az élménye, az is egy ilyen csúcsélmény, hogy az életünkben számtalan egy esemény van, amire rá kell csodálkoznunk. És ez egyfajta katartikus élményként hat ránk úgy, hogy képesek leszünk utána fejlődni, fokozatosan nyitni mások felé. Gyerekekkel, állami gondozott gyerekekkel volt egy tábor, és egy esti beszélgetés folyamán négy felnőtt volt, a gyerekek pedig nagyon őszintén beszéltek az életükről. És a szemünkre vetették, hogy könnyű maguknak, hiszen jó családjuk van. Otthon várja önöket valaki, de nekünk senkink sincs. Minket eldobtak. Nekünk nincs az a biztos háttér. És mi nem hiszünk már semmiben. Nekünk már ne mondjon meg senki semmit. Mondja ezt egy 14 éves gyerek. És beleborzadunk mi felnőttek, na most, nesze neked mentálhigiéné, nesze neked tapasztalat, mit mondj? Részemről én csak annyit fogalmaztam meg, hogy biztosan, ha tudnád az életemet, nem akarnál velem cserélni. Mert a saját életed lehet, hogy most kudarcosnak tűnik, de majd, hogyha folyamatában látod, ha kikecmeregsz ebből a mély veremből, akkor egészen másképp fogod látni. Nem tudom, és nem is az volt a cél, hogy meggyőzzem, hanem az volt a felnőtteknek a meggyőződése, hogy nagyon sok fájdalom van, nagyon sok küszködés van, nagyon sok harc van már a fiatalokban, a gyerekekben, mert a felnőttek sincsenek készen. Ők is befejezetlenek, mint az a szimfónia, de mégis szép és örömmel hallgatjuk. Fontos kérdés az empíria, tehát, hogy meg kell élnünk bizonyos dolgokat, és ebből fejlődnünk kell. Hogy szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma, és hát, hogyha a valláshoz kanyarodunk, vagy mindenki a maga keresztjét viszi magával. Gyakorlatilag ezek is arra utalnak, hogy mindenki egy saját utat jár be, amíg végül eljut a célig. A teher, még hogyha nem is nagyon szeretjük, vagy a kihívások, amitől borzongunk, ezek azok a pontok, amikhez való viszonyulásunk eldönti a sorsunkat. Én nagyon mélyen hiszem azt, hogy amikor küzdelem van, az egy jövő boldog életnek az alapja. És hogyha ezt jól megdöngöljük, és bátran megmerítkezünk ebben a küzdelemben, akkor lesz valami, lesz egy épület, lesz egy valami, amire egy barátság, egy kapcsolat, egy olyan valami társadalom, amelyet egy
egy egyszerű konfliktus, vagy egy probléma, vagy szél nem tud semmibe taszítani. És hogy ebben mennyire vagyunk merészek, vagy előre mutatóak, nem tudom. Ezt a purgatóriumot mindannyiunknak meg kell élni? Tehát a tisztító tűz az gyakorlatilag a végére egy tabula rázát tud adni számunkra. Krisztus is mielőtt a mennybe jutott volna, lement a pokolba. Igen, a Krisztusnak a ilyen jellegű alászállása az egy meghívás. A hitünk szerint akkor szerintem akkor úgy kitisztította azt a helyet, azt az állapotot, hogy ott tényleg csak azok gubbasszanak, akik tényleg nem akarják a jót, és mereven visszautasítják. De hogy nincs olyan bölcs ember, nincs olyan józan belátású, normálisan gondolkodó homo sapiens, aki ne akarná a jót, én ezt nem hiszem. És ez a jó, ez ott van, amikor még érezzük a keserűt, amikor még érezzük annak a súlyát, hogy nagyon-nagyon nehéz. Ez kicsit a hajnalnak a képe, mikor van legnagyobb sötétség a hajnal előtt. Mikor van a legnagyobb küzdelem, mikor van a legnagyobb hajrá. Hát érettségizett fiataljaink, meg diplomázott nagyszerű tehetségeink ünnepelnek most ezekben az időszakokban, megkapják a diplomájukat. De hogy milyen nehéz volt, azt már az örömben nem is nagyon tudjuk. Ma beszélgettünk már eddig is az önmegvalósításról, önmagunk megismeréséről, a motivációról. Egy kicsit kapcsoljuk ide be a beszélgetésbe a hit kérdését. Ha már motiváció, ha már célok, a hit azért egy jó mededék számunkra, és egy jó iránytű is egyben meghatározhatja az életünket, és a motivációs tekintetekben is hittel élő ember azért erősebb, ugye? Igen. Szerintem az az ember, aki ebbe a folyamatba bekapcsolja még a hitet, a transzcendens világot, az isteni világot, vagy bármi módon valamiféle olyan külvilági segítséget, amiben plusz erő van, az erősebb lesz, az bátrabban halad, az látja ennek az útnak nem csak a szépségét, hanem a célját is. És talán a hitben ez a cél az, ami leginkább motiváló tud lenni. Nem az, hogy angyalok nyekerésznek valamiféle melódiát nekünk, hanem valamiféle teljes élet, aminek töredékeit megéljük a Földön, és a fókusz közös tűzfészkébe, ahogyan Pilinszky fogalmaz, oda eljutni, hát oda csak a legbátrabbak mernek. Vagy azok, akiknek a bátorságot az isteni lét picit megsegíti. De azt hiszem, hogy a hit nem csak hogy kapaszkodó a mindennapi életben, a krízisekben, hanem az örömben is. És nyár folyamán, amikor egy picit több időnk van, akár elutazunk valahová új területeket felfedezni, akkor a hitünknek is adjunk egy lehetőséget, hogy fejlődjön, hogy növekedjen, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, más hatások is érjék, ne csak templomokba látogassunk be, és művészi alkotásokat nézzünk meg, hanem egy picit erősödjünk is. Attila, köszönöm ezt a beszélgetést, bízom benne, hogy a nézők is gyarapodtak érzelmileg is, és talán gondolkodásban is. Folytassuk ezt legközelebb is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.
Mellár Tamás professzorral készült interjúnk a parlamenti választásokat és az elmúlt időszakot helyezi górcső alá. Mindez az ellenzéki politikus szemszögéből kerül értékelésre. Mellár Tamás egyetlen baranyai körzetben nyert ellenzéki képviselőként ismét mandátumot szerzett a választások során. Véleményét soha nem rejti véka alá, még a szintén ellenzéki pécsi polgármesterrel Péterfi Attilával is többször tengelyt akasztott véleménykülönbségük miatt. A neves professzorral értékeljük a kétharmados fideszes sikert hozó választást és az új kormány eddigi intézkedéseit. Lehet-e konstruktívabb ellenzéke Orbánnak? Mindezt így látja Mellár Tamás. Nyilván az ellenzék is sok mindent rosszul csinált a választási kampány időszakában, szerintem nem volt elég erős az összefogás. Úgy tűnik, hogy Jobbikkal nem lehetett összefogni, tehát abban az értelemben, hogy jobbikus szavazók nem követték ezt a hatpárti együttműködést semmiképpen se. Nyilván a Márki-Zajnak is voltak nagyon komoly ügyetlenkedései, rossz megszólalásai, ezek mind belejátszottak. Belejátszott természetesen az is, hogy a Fidesz borzasztóan erős volt, nagyon erős volt a kommunikációja, rengeteg pénzük volt erre a választásra, és mindent fel is használtak megfelelő módon. De mindezzel együtt azt gondolom, van egy nagyon fontos eleme ennek az egész dolognak, ami meghatározó jelentőség az, hogy 2022-re az a helyzet alakult ki, hogy Magyarországon a magyar társadalomnak egy jelentős része az teljes egészébe beágyazódott ebbe a fideszes hatalmi rendszerbe. Egyfelől egy politikai hatalmi rendszerbe, másfelől pedig egy gazdasági rendszerbe. És ez olyan függőségi viszonyokat alakított ki, amelyben szinte majdnem mindegy volt, hogy az ellenzéknek milyen terve van, milyen elképzelése, milyen kormányprogrammal akarna jönni. A választópolgárok egy jelentős része nem tudott mást csinálni, mert az adott helyzet fogja volt, tehát szavaznia kellett a Fideszre. És ez nagyon jól lehet látni azt, hogy ott, a vidéken, a falvakba, a kisvárosokba, ahol sokkal erősebb ez a függőségi rendszer, ott a Fidesz mindent letarolt, és ugyanakkor a nagyvárosokba, illetve Budapesten pedig ugye az ellenzék tudott győzni, nem azért, mert ott jobb kommunikációt csinált, vagy jobban összefogott az ellenzék, hanem pontosan emiatt, a függőségi rendszer miatt. És ez nagyon fontos a jövőre nézve is, hogy ne felejtsük el ezt, hogy ez az egyik legfontosabb eleme az egész történetnek. Keserédes egy ilyen mandátumot megszerezni egy ellenzéki politikusként most itt a pécsi választókörzetben, amikor tudja jól az ember, hogy Isten igazából a nagy politikában nincs beleszólása? Hát igen, ez kétségkívül így van, tehát a megelőző 4 évben is egy kétharmados fideszes többség mellett kellett politizálni a parlamentbe. Most, ha lehet, még nehezebb, még rosszabb a helyzet, és ez azért is nagyon problémás, mert vita nélkül leverik, leszavazzák a javaslatainkat, nem igazából vesznek bennünket komolyan, és azt gondolom, hogy így sokszor bennünk is fölmerül az a dolog, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy a parlamentbe beszéljünk, hogy mondjunk valamit, hogy adjunk be most, és én is adtam be egy törvényjavaslatot arról, hogy a pedagógusok és az egészségügyi szakdolgozók fizetését emeljék meg, de borítékolható, hogy nyilván le fogják szavazni, de hát azért valamit mégiscsak tenni kell és próbálkozni kell. Lehet-e változtatni az ellenzék hangnemén? Lehet-e mondjuk egy konszenzusra törekvő ellenzéki magatartás, legalább bizonyos témakörökben egy nemzeti minimumot kialakítani? Azt hiszem, hogy igen, és a választások után nagyon jól látszott, hogy ez az ellenzék, amelyik a választásra azért úgy önmérsékletet tanúsított és összehozta magát, összefogott, ez tulajdonképpen most a választási vereség után teljesen szétment, szétesett. Most mindegyik párt keresi a saját útját, keresi a saját hangját, készül a 24-es európai parlamenti választásokra, és azt gondolja, hogy majd ő lesz az, aki majd nagypárttá tudja kinőni magát. Ezt én kifejezetten rossznak és hibásnak gondolom. Nagyon fontos lenne, vagy fontos lett volna, de még mindig fontos lenne, hogy a pártok fogjanak össze, hiszen hát van abban a parlamentben most 3-4 olyan párt, amelyiknek a népszerűségeit, hogyha összeadjuk, akkor talán eléri a kétfarkú kutya pártnak a népszerűségét. Na most
Ezzel nyilvánvalóan még kevésbé lehet bármit is tenni, nem igazából lehet politizálni, és nem igazából lehet nyomást gyakorolni, pláne egy ilyen erős kétharmados kormányra, kormánytöbbségre. Nem tudom, hogy mikor fog rájönni erre az ellenzékén. Ugye nyilván jól érzékelem ezt, azért tudom jól érzékelni, mert egyetlen pártnak sem vagyok tagja. Én a múlt periódusban függetlenként jutottam be a parlamentbe, most is az van, hogy ugyan a Párbeszédnek a frakciójába ülök, de nem vagyok tagja a pártnak, tehát egy kicsit kívülről látom azt, hogy bizony az ellenzék valahogy úgy el van azzal, hogy ő ellenzéki pozícióban van, és azt a kis pénzt, amit kapnak, azt úgy felhasználgatják, és el vannak, és várják a csodát. Persze egyébként a csodát lehet várni, mert ahogy az előzőekben elmondtam azt, hogy egy olyan rendszer alakult ki, amelyben a magyar társadalom egy erőteljes függőségi viszonyba került a kormányzattól, és ez különösen a gazdaságra is érvényes. Tehát ugye azt kell látni, és azt kell érzékelni, hogy az Orbánék egy olyan gazdasági rendszert alakítottak ki, ahol ez a nagyvállalati kör, ez a nagyvállalati szféra, ez teljes egészében Orbántól függ. Tehát ugye a Orbánék osztják el az Európai Uniós pénzeket, az állami megrendeléseket. Ebből következően nyilván ezek a nagy vállalkozók, ezek a hazai NER vállalkozók, ezek mind hűségesek Orbánhoz. De ez a történet tovább is van, mert ezek a nagy vállalkozások, ezeket a megrendeléseket továbbadják második, harmadik, negyedik, ötödik körbe, beszállítói. Tehát egy olyan gazdasági lánc alakul ki, amiben a végén vannak azok a kis emberek, kis vállalkozók, akik valójában elvégzik a munkát, de akik pontosan tudják azt, hogy ők Orbántól és ettől az osztó hatalomtól függnek. Ez adja nyilván a függést. De ugyanakkor ez egy olyan rendszer, amely rendszer nem produktív és nem versenyképes. Tehát ez a rendszer, mivel nem piacon alakult ki, nem a piaci szelekció eredménye, hanem annak az eredmény, Orbán azt mondta, hogy akkor te leszel a nagy vállalkozó, ugye, vagy te leszel, és akkor valóban ő is lett a nagy magyar vállalkozó. De ebből viszont az következik, hogy ez a rendszer csak akkor tud működni, hogyha állandóan és folyamatosan többletforrást raknak bele. 700 milliárd körül volt az az összeg, ami ki lett fizetve mind a nyugdíjasoknak, mind a családoknak itt az adó visszatérítés által. Gyakorlatilag most pedig egy 1000 milliárdos, 2000 milliárdos kiegészítő csomagot fogadott el a kormány, amely 8 ágazatot érint összesen. Mennyire hathatnak ezek a megszorítások, ezek az extra adók közvetetten a lakosságra? Visszahátékázzák-e mondjuk a bankok vagy más területek ezeket a költségeket? Nagy valószínűséggel igen, mert hát azért végül is nézzük meg azt, hogy valakinek ugye ezeket a pénzeket ki kell fizetni. Tehát ugye itt most egy 2000-2200 milliárdos költségvetési kiigazítás, ugye kormányzati oldalon ezt így mondják, mondhatjuk nyugodtan, hogy megszorító csomag van, amelyben egyfelől egy csomó kiadásoknak a visszafogása lesz, tehát lesznek direkt költségvetési kiadások visszafogása, nagyon sok beruházás visszafogás, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy kevesebb munkahely lesz, kevesebb jövedelem fog kiáramlani az embereknek a megelőző egy-két esztendőhöz képest, mert ugye ne felejtsük el, hogy itt nem csak a választási kampány, hanem már előtte is, tehát 2017-18-tól kezdődően egy igen erőteljes konjunktúra volt a magyar gazdaság, mégpedig egy mesterségesen gerjesztett konjunktúra, amelyet az állami megrendelések és az Európai Uniós pénzek gyorsított lehívása hozott létre. Tehát erre most nem fogunk tudni semmiképpen sem számítani. Ez az egyik oldal. A másik oldala pedig az, hogy ugye a rendkívüli adókkal, amelyeket különböző szektorokra vet ki a kormányzat, szintén ugye többet bevételt próbál beszedni. Itt viszont ugye arról szól a történet, hogy vajon azok a cégek, amelyekre kivetik ezeket az adókat, milyen piaci pozícióban vannak, milyen piaci erőfölényes helyzetben vannak. Ha valóban olyan helyzetben vannak, és nagyon sok helyen igen, tehát a biztosítók, a bankok, gyógyszerforgalmazók. A gyógyszerforgalmazók, amelyek át tudják
majd mindenképpen terhelni ezt a lakosságra, tehát majd árakat fognak emelni, és ebből következően végsősorban a lakosság fogja ezt megfizetni, bármennyire is, ugye ez nem fér bele az orbáni retorikába, de ez nagyságát tekintve egy ugyanolyan jelentőségű és ugyanolyan nagyságú és ugyanolyan durva megszorítás lesz, mint annak idején volt a bokros csomag. Nagy kérdés, jön-e a kőolaj, jön-e a földgáz? Hát az elmúlt napokban Brüsszelbe egy újabb csata zajlott le. Magyarország a vétót újra belengedte. Végül gyakorlatilag megoldás született, tehát a vezetékes kőolaj az érkezhet Magyarországra továbbra is Oroszországból. Érdemes volt elmenni a falig, vagy ez előbb-utóbb azért megbosszulja magát? Én azt gondolom, hogy nem volt érdemes, és ez meg fogja bosszulni magát. Azért, mert most egy olyan helyzet alakult ki, amelyben ugye az van, hogy mi továbbra is vezetéken keresztül kapjuk a gázt, és ez erre most nem vonatkozik, és ugyanakkor, vagy és a kőolajat, ugye, ugyanakkor viszont a tengeri szállításokban viszont mi nem veszünk részt. Na de, ugye, hogyha a kőolajra most majd ezek után az Európai Unió ki fog vetni adót, többletadót, akkor nyilvánvalóan azt nekünk meg kell fizetni, és az viszont egyébként egy olyan szavazás lesz, ahol többségi szavazásra ezt meg lehet tenni. Ami azt jelenti, hogy hiába orosz olajat fogunk kapni, az nekünk egyre drágább és drágább lesz, ugyanakkor pedig a tengeri szállítmányokra ez viszont nem fog vonatkozni. Tehát a dolognak ez az egyik része, hogy Orbán most az átmeneti sikerekért tulajdonképpen egy hosszú távú mozgásteret áldoz föl. Jobb lett volna egyébként, ha beáll ebbe. De a másik része a történetnek az pedig az, hogy ugyanez egy nehéz, vagy egy keserű pirula, de amit le kellene nyelni nekünk is, magyaroknak is, meg a világ többi részének is, azt, hogy meg kell szabadulni előbb-utóbb a fosszilis energiaforrásoktól, és át kell állni a megújuló energiákra. Ezt egyébként nyilván elég drasztikus módon lehet csak végigvinni, és lehet csak megcsinálni, és ehhez most a háború az éppen kapóra jönne, vagy kapóra jöhetne. Ne felejtsük el, hogy hasonló a szituáció, mint ami volt a 70-es években, az akkori olajválság idején, amikor szintén egy nagyon nehéz alkalmazkodási folyamat volt, de amelyet a nyugati világ hamarabb kezdett el, és hamarabb át azokra a technikákra, technológiákra, vagy az autókra is, meg a gépek, meg egyéb vonatkozásában, amelyek energiatakarékosak voltak. Mi pedig ott is ugye lépést veszítettünk, és azt mondtuk, hogy nem gyűrűződik be ide hozzánk ez a hatás, mi ragaszkodunk az olcsó orosz üzemanyagokhoz, és ebből következően egy sokkal korszerűtlenebb ipari szektorunk, és egy korszerűtlenebb technikai és technológiai rendszerünk alakult ki. Tehát szerintem most is előre kellene menekülni, és azt mondani, hogy egyre nagyobb erőforrásokat kellene koncentrálni a megújuló energiaforrásokra annak érdekében, hogy tudjunk ettől a fosszilis energiától megszabadulni, amely hosszú távon nem fenntartható, mert környezetszennyező, másrészt pedig a készletek pedig ki fognak fogyni. Ha már az energiánál tartunk, lesz Paks 2 építés, és egyáltalán a Rosszatom fogja ezt elkészíteni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Itt én csak tippelhetek erre, de én azt gondolom, hogy nem lesz. És valahogy úgy látom egyébként, hogy Orbánik is menekülnének ettől az egész dologtól, mert hát nem nagyon igyekeznek. Tehát szóban mindig azt mondják, hogy igen, lesz természetesen, és meg fogjuk építeni, annak ellenére, hogy a finnek elálltak ettől, annak ellenére egyébként, hogy határozat van róla, hogy a Rosszatom nem építhet az Európai Unióba semmit, de ugyanakkor pedig, hogyha valaki elmegy Paksra, akkor azt látja, hogy bizony ott a új blokkok vonatkozásában nem sok minden épült még meg, sőt, semmi nem épült meg, csak bizonyos kiszolgáló részeket állítottak föl, de úgy tűnik, hogy nem nagyon. És egyébként talán jelzésértékű az is, hogy most már nincsen tárca nélküli minisztere Paks 2-nek, még ugye a
korábbi 18 és 22 közötti időszakban volt ilyen. Tehát én azt tippelem, hogy nem. És egyébként nincs is nagyon rá szükség, mert nem biztos, hogy el kell vetni egyébként magát az atomerőmű dolgot, de egyrészt 10-15 évig még a most meglévő blokkokat lehet működtetni, és addig még majd meglátjuk azt, hogy a megújuló energiáknál milyen technikai, technológiai újítások lesznek, mert ugye ott az egyetlen egy kérdés, ez persze nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet tárolni az energiát. Tehát, hogyha jó minőségű akkumulátorokat tudnak találni, vagy pedig ez a tiszta hidrogén program, amit most elindítottak, tehát, hogy a megújuló energiákkal a vizet fölbontják oxigénre és hidrogénre, és a hidrogén pedig sűrítve tudják tárolni, akkor ez elképzelhetően megoldást fog, hosszabb távra is megoldást fog tudni adni, de hát ezt most még előre nem nagyon lehet megtippelni, hogy mi is lesz a vége. Professzor úr, képviselő, köszönöm szépen a beszélgetést, jó egészséget kívánok! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is sok szeretettel üdvözlöm a nézőket is. Kedves nézőink, Napjaink című közéleti magazinunkat látták. Műsorunkkal kapcsolatos információkat televíziónk weboldalán olvashatják.